Köszöntjük Önöket, Perjési Tamás kollégámmal együtt. Én Zavaros Eszter vagyok, jó reggelt kívánok, október utolsó napja van, és ez már a napindító. Kezdjük műsorunkat, ma is kiemelten foglalkozunk az izraeli konfliktus és az orosz-ukrán háborúval. Nagyon aggódnak Izrael az izraeli konfliktussal kapcsolatban, hogy kiszélesedhet ez a mostani háborús helyzet, közben az Amerikai Egyesült Államok szerint nem megoldás az, hogyha az Izrael és Hamasz között fegyverszünet alakul ki. És ami az ukrán-orosz konfliktusra vonatkozik, Donyecket bombázzák most az oroszok. Közben Dimitro Kuleba, ukrán külügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy bízik abban, hogy az Egyesült Államok képviselőháza támogatni fogja az ukrán hadseregnek szánt további pénzeszközök iránti kérelmet. Ezekről mind beszélgetünk majd Horváth József biztonságpolitikai szakértővel. Aztán terítéken a migráció és a terror veszély összefüggéseit nálunk a napindítóban, Bakondi Györgyel a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával, aki azt is elmondja, hogy jelen pillanatban mi zajlik a déli határon. És kikapcsolom Dunda Györgyhöz Kárpátaljára, ugyanis többek között arról is beszélgetünk vele, hogy az ukránok nem szeretnének újabb választásokat a háború befejezéséig. De még mindezek előtt elmondja a legfrissebbeket, mind az izraeli, mind az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnk. Jöjjenek a háborús pillanataink! A radikális Hamász több tucat fegyveresével végeztek az izraeli katonák a gázai övezetben. A zsidó állam hadserege a szárazföldi hadműveletek kibővítésével Cisjordániában és a libanoni határ közelében is számos iszlamistát ölt meg. Az amerikai elnök azt mondta, Izraelnek joga van az önvédelemhez, de azt a humanitárius joggal összhangban kell megtennie. A hét első napján folytatódott Izraelben a fegyveres összecsapás a katonák és a radikális Hamász fegyveresei között. A zsidó állam hadserege a szélsőséges csoport több tucat tagjával végzett a gázai övezetben. Sőt, a szárazföldi hadműveletének kibővítésével Cisjordániában és a libanoni határ közelében is számos iszlamistát megöltek a katonák. Emellett célzott csapásokat mértek a terrorszervezet infrastruktúrájára. Háború Ukrajnában című műsorunkban Kis Benedek József értékelte az izraeli offenzívát. Megkezdődött, de csak részeiben. Hát három helyen lehet alapvetően bemenni a gázai övezet területére, ezt igénybe is veszik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nagy erőkkel nem támadnak. Tehát kis csoportokba mennek be, természetesen megerősítve előtte tüzérségi támadást hajtanak végre az övezet ellen, illetve hát harckocsikkal is. Az izraeli hadsereg szóvivője arról számolt be, hogy a Jeruzsálem által elrendelt katonai akció terv szerint halad a gázai övezetben. Több szemtanú ugyanakkor arról számolt be, hogy katonák tankokkal torlaszolták el az övezet északi részét, és tüzet nyitnak minden arra járó autóra. Kiterjesztettük a katonai akciót a gázai övezetben, és további fegyveres erők érkeztek a térségbe. Köztük szárazföldi egységek, páncélos és harcmérnöki hadtest, valamint tüzérség. Több tucat terroristát likvidáltunk, akik elbarikádozták magukat, közölte az izraeli haderő szóvivője. Izrael felelősséggel tartozik a gázai övezeti civilek életének védelméért. Ezt már az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója mondta. Jake Sullivan kifejtette, a katonai művelet során a zsidó államnak különbséget kell tennie a legitim katonai célpontnak számító Hamász terroristák és a civilek között. A tisztviselő hozzátette, Washington kemény kérdéseket tesz fel Izraelnek a humanitárius segélyezés és az offenzíva tervezését illetően is. Joe Biden elnök pedig azt mondta, Izraelnek joga van az önvédelemhez, de azt csak a humanitárius joggal összhangban kell megtennie. Az elmúlt két napban a konfliktus veszélyes fordulatot vett. Az izraeli hadsereg többször is megtámadta a gázai övezetet. A szárazföldi akcióra a palesztin fegyveres erők válaszul visszavágtak, hangsúlyozta egy újságíró. A konfliktus okán megszólalt Irán is. A perzsa állam nem szeretné, ha a gázai övezeti konfliktus tovább terjedne, és a regionális háborúba torkolna. Teherán elismerte, hogy mindig is nyújtott politikai, sajtó és nemzetközi támogatást a palesztinoknak. Azt azonban ismét cáfolta, hogy a perzsa államnak bármi köze lenne az október 7-i Al-Aqsa vihar fedő nevű művelethez. A humanitárius válság eközben egyre nagyobb méreteket ölt a palesztinok lakta térségben, amit feszülten figyel a világ. Az Egyesült Államok kérésére Izrael azt ígérte, hogy jelentős mértékben növeli a gázai övezetbe juttatandó segély mennyiségét. És már itt van a stúdióban Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És itt van Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnk. Szervusz, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz!
Felmerült annak a lehetősége, hogy lehet, hogy van még egy magyar állampolgárságú túsz a Hamász kezében. Erről pontosan mit lehet tudni egyelőre? Egészen friss a hír, azt megelőzően, hogy beültünk volna a stúdióba, egy meg nem erősített információt arról, hogy van egy kettős állampolgárságú, részben magyar, részben izraeli állampolgárságú fiatal nő vagy lány, ez sem tisztázott még, aki ugye a Hamász fogságába kerülhetett. A külgazdaság és külügyminisztérium ez ideig ezt nem erősítette meg, de lehet, hogy ezekben a percekben történik, hogy bent ülünk a stúdióban, nem tudom ilyen formán megerősíteni, de nagy valószínűség, hogyha ilyen hír látott napvilágot, annak azért valamilyen valóság alapja kell, hogy legyen. Várjuk a megerősítést, amennyiben ez beigazolódik, akkor egészen biztosan már 5 olyan személy lesz, aki vagy magyar kettős állampolgárságú. Ez a következő néhány órában biztosan ki fog derülni. Viszont mindenek előtt nagyon fontos hírt szeretnék a kedves nézőkkel megosztani, mind az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, mind pedig a közel-keleten dúló fegyveres harcokkal kapcsolatban. Kezdeném az utóbbival, az Izraelben zajló eseményekkel. Hallhatták már részben a felvezetőben, hogy az izraeli hadsereg szerint terv szerint halad az a támadás a gázai övezetben, amelyet múlt hét pénteken indított meg a zsidó állam. Ezt egyébként az ország katonai szóvivője közölte. Hozzátette azt is, hogy valóban több tucat palesztin fegyveres iszlamistát öltek meg az izraeli hadsereg katonái, és nem csak a gázai övezetben és annak térségében, hanem a szárazföldi hadművelet kibővítése során a cisziordániai térségben, illetve a libanoni határ közelében is több radikálissal végezte. Izraelben eközben megnőtt a kibertámadások száma, egészen friss a konfliktus kezdete óta ez a hír. A kibertámadások több mint felét kormányzati szektor ellen irányították egyébként a hackerek. A Fehér Ház közlése szerint nem alkalmas az időpont a gázai övezetben egy esetleges tűzszünetre. Ezt a Nemzetbiztonsági Tanácsnak a koordinátora mondta John Kirby az Egyesült Államok részéről. Hozzátette, az Egyesült Államok azon országok között van, amelyek elutasították múlt héten az ENSZ közgyűlésében elfogadott tűzszünetet sürgető határozatot. Eközben egy szaudi delegáció érkezett az Egyesült Államokban, Washingtonban tárgyalnak Riadnak a követei, és abban már most egyetértés mutatkozik a felek között, hogy eltántorítani bármilyen állami és nem állami szereplőt a közel-keleten attól, hogy ez a konfliktus tovább szélesedjen, ebben abszolút egyetértés mutatkozik mind a washingtoni, mind pedig a riádi delegáció részéről. A Hamas barbárságát mutatja egy túszulejtett izraeli német kettős állampolgárnak a halála, ezt Olaf Scholz kancellár mondta, a napokban talán önök is láthatták és találkozhattak azzal a hírrel, hogy egy zenei fesztiválról többek között elvittek egy kettős állampolgárságú német nőt is, akit aztán később kivégeztek a hamászosok. Erre reagált egyébként Olaf Scholz kancellár, Shani Lukról van egyébként szó. A Hamász, ugyanúgy maradunk a túszoknál, 3 túszulejtett nő videóját tette közzé az elmúlt 12 órában. Izraeli közlések szerint a radikális csoport és az iszlamista szövetségesével együtt legkevesebb 243 olyan ember van, akit foglyul ejtettek, és október 7-én elhurcoltak a gázai övezetbe, de ez nem egy exakt szám, erről is beszéltünk még a stúdióban Horváth Józseffel, ez lehet ettől kevesebb is, de sajnos ettől magasabb szám is. A Mossad titkosszolgálatnak a segítségevel ugyanakkor a zsidó államnak sikerült egy katonát kiszabadítania. Ez vasárnapi hír, de csak tegnap este látott napvilágot az ezzel kapcsolatos információ. Az ENSZ szerint ki kell terjeszteni a humanitárius segítséget a gázai övezetben. Egy tisztviselő külön meg is ugye ezt a világszervezet részéről, hogy egyetlen egy konvoj nem elegendő a térség több mint 2 millió lakójának az ellátásához. Hozzátették egyébként azt is az ENSZ részéről, hogy 3 hét alatt mintegy 3200 gyerek halt meg a konfliktusban. Megszólalt a cseh államfő és az izraeli és a palesztin Hamász közötti harcokat illetően, veszélyes lenne és a terrorizmus kockázatait rendkívül növelni, hogy ez az izraeli-palesztin konfliktus egy regionális izraeli-arab háborúvá válna. Petr Pavel azt is hozzátette, hogy emellett ez pedig megemelné a kőolaj és a kőolajjal összefüggő termékek árát is, amely globális hatását egyébként mindenki nyögni szerte a világban. Kanada részéről szintén megszólaltak a konfliktust illetően. Ott a válláspontja az, hogy mielőbb humanitárius tűzszünetet kell kötni Izraelben, fogytán ugyanis az idő a túszok kiszabadítására és a segélyszállítmányok eljuttatására Gázába. Jordánia közben arra kért az Egyesült Államokat, hogy telepítsen az országba Patriot rakétavédelmi rendszert, pontosan azért, hogy a királyság határait meg tudja védeni.
Még egy hír, és ezzel át is köttök már az orosz-ukrán háborúra. Biztos hallhattak erről is a kedves nézők, hogy vasárnap volt egy olyan konfliktus mahacskalai repülőtéren, hogy szélsőségesek megrohamozták a légikikötőt, több járatot egyébként más reptere kellett irányítani. És a dagesztáni vezető azt mondta, hogy külföldről szólították fel a mahacskalai zavargások részvevőit, hogy vegyenek részt ebben az akcióban. Később pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, az incidens egyértelműen nyugati titkosszolgálatok ösztönözték. Kijev rögtön erre egyébként igyekezett rácáfolni, hogy semmi köze ez az incidenshez. Azt mondta, hogy ezek zavargásokban nem vett részt Ukrajna semmilyen szinten. És akkor orosz-ukrán háború, mert arról sajnos beszélnünk kell, Krímet támadó robotrepülőgép lelövését jelentette be Oroszország. 8 Storm Shadow típusú pilóta nélküli manőverező repülőgéppel kíséreltek meg. Moszkva közlése szerint az ukrán fegyveres erők csapást mérni a félszigetre, elsősorban katonai objektumokat akartak támadni. Az orosz légvédelme mellett pedig 2 HIMARS rakétát és 39 drónt semmisített meg. Az orosz védelmi tárca arról is beszámolt, az orosz erők 3 frontszakaszon összesen 12 ukrán támadást vertek vissza. Ebben az ukránok a vesztesége 835 fő a tárca szerint. Ezek mind jelentik az elhunytakat és a sebesülteket egyaránt. A legnagyobb veszteséget az ukránok egyébként 285 főt tekintve Donyeck körzetében vívott harcok során szenvedték el. A legtöbb támadással pedig a kijevi kormányerők a Kupjanszki frontszakaszon próbálkoztak. Szám szerint egyébként 9 támadást jegyeznek az oroszok. Megsemmisített az ukrán katonai célpontok és hadieszközök között egyébként vezetési pontokat, harckocsikat és különböző tarackokat. Az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában, ezt is az orosz védelmi tárcának a szóvivője mondta. Megszólalt Szergej Sójgu is, orosz védelmi miniszter, egy pekingi biztonsági fórumon vett részt, és akkor konkrét adatokat mondott, nyilván ezek moszkvai adatok. Az ukrán fegyveres erők július 4-e óta, azaz az ellentámadás során, amikor megindították azt, csaknem 90 ezer ember vesztette életét, vagy sebesült meg ukrán oldalon, állt át a tárca vezetőnek a beszédében. Az ukrán hadsereg pedig 600 harckocsit, csaknem 1900 különböző típusú páncélozott harcjárművet veszített június 4-e óta. Hazaárulás gyanújával őrizetbe vettek Szevasztopolban, eközben egy orosz állampolgárt az orosz hatóságok, aki a krími védelmi erődítményekről szolgáltatott ki adatokat, ukrán félnek, további információt ezzel kapcsolatban nem közöltek. És akkor a végére még egy hír. A krími kormányzat arról számolt be, hogy árverésen eladták az ukrán elnök feleségének krími lakását, Olena Zelenszka ingatlanja, amit egyébként korábban az orosz fél államosított, 44,356 ezer millió rubelért kelt el, az a 166 millió forintnak megfelelő összegért. Röviden tömör ennyit a kettő háborúról, én fordulok akkor most Horváth Józsefhez, és nyilvánvalóan a legfontosabb, ez a még meg nem erősített hír Izrael kapcsán, elképzelhető, hogy van egy ötödik olyan kettős állampolgár esetben, aki a Hamász fogságába esett? Igen, sajnálatos módon azt kell, hogy mondjuk, hogy elképzelhető, hogy ez a szám így egy újabb fiatal hölgyel bővült. Annál is inkább, hiszen azt látjuk, hogy a Hamas részéről a tuszok ejtése is szisztematikus volt. A kisgyermekek fiatalok és a nagyon idősek. Férfiakat nagyon keveset, a katonák, aki katona volt, abból fogtak tuszokat. Az összes többi férfiakat kivégezték a támadás során. Tehát itt én azt gondolom, hogy ebből a szempontból életszerű, hogy egy újabb ilyen fiatal hölgyről is tudhatunk most már. Annál is inkább, hiszen azért azt is tudjuk, hogy Izraelben jelentős számú kettős állampolgár él, aki magyar gyökerekkel rendelkezik. Hány túszról beszéltünk összesen, mert ez is folyamatosan változik, hogy hányan lehetnek a Hamas fogságában? Hát ennek szerintem csak a Jóisten a megmondhatója, szerintem a Hamasnál sem tudják valójában, hogy hány túszuk van, hiszen ez indultunk 120-ról, aztán 199 lett, most hallottunk 231-nehányat, tehát én azt gondolom, hogy a 2 és a 300 között lehet valahol ez a szám, hiszen lehet olyan személyekről is, akit az izraeliek úgy könyvelnek el, mint eltűnt személyt, közben pedig tuszként elhurcolták, tehát vagy olyan személy, akiről azt gondolják, hogy egy kibuc elleni támadásnál mondjuk bent égett, csak még nem találták meg, vagy nem azonosították a maradványait. Tehát ebből a szempontból azért mondom, hogy sajnos ez még egy flexibilis szám. Hogyha már túszokról van szó, és a megindított múlt hét végén megindított izraeli offenzíváról, tengerről is lövik egyébként a gázai övezetet, a levegőből is támadják a térséget, illetve szárazföldi erők nyomultak be.
most már több hete örök kérdés, mi a fontosabb Izraelnek megsemmisíteni, amennyire lehet, bár általában nem lehetett terrorszervezetet, és teljesen felszámolni a Hamászt, vagy pedig a túszokat kihozni? Ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor a túszoknak a kiszabadítása az a saját lakossága felé első számú feladat kell, hogy legyen egy hadsereg számára, amikor bemegy egy ilyen nehéz küzdelembe, egy városi harcba. Ugyanakkor a Hamász elpusztítása, és itt most szerintem ne abból induljunk ki, hogy most minden egyes Hamász harcos fel akar számolni az izraeli hadsereg, hiszen ez egy lehetetlen küldetés. Mert óráról-órára születnek új Hamász harcosok is. Sokkal inkább arról van szó, én azt gondolom, hogy a Hamász infrastruktúrájának a tönkretétele. Halljuk itt, hogy több száz kilométer aragútrendszert építettek ki, komoly fegyverarzenált halmoztak föl, raktárbázisokat, irányító központokat hoztak létre. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani ostromnak, mert most már szerintem ostromnak kell neveznünk, ennek a legfontosabb célja, ennek az infrastruktúrának az eltörlése, és a későbbiekben megakadályozni azt, hogy ezt újra tudják építeni, mert akár az iszlám államnál is láttuk azt, hogyha ez a kalifátus területét, amikor elveszti, onnantól kezdve sokkal kevésbé képes már hatékonyan lépni egy terrorszervezet. Hol tart most ebben az izraeli hadsereg? Hogyha nézzük, hogy elindult ugye péntek óta tart tulajdonképpen a szárazföldi offenzió felgyorsítása és maga az egész, hogy behatoltak a gázjövezetbe, és most már nem csak részletekben. Ebben az egész munkában hol tartanak jelen pillanatban az izraeliek? Hát magát az egész feladatot nézzük, akkor még az elején tartanak. Ha most azt nézzük, hogy milyen lépéseket tudtak már megtenni, én azt gondolom, hogy most egy fontos szakaszában van ez a küzdelem tekintettel arra, hogy ahogy én látom, az ketté szakították most már Gázát. Tehát az északi részt, azt szeparálják a déli résztől, itt már megakadályozzák az elmenekülést, itt ugye már nyugati felvételek voltak arról, hogy itt állítólagos civil gépkocsira is lőttek az izraeli harckocsik, ugye akkor azt nem tudjuk, hogy kik ültek ebbe a személyautóba. Tehát én azt látom, hogy ketté szakították, az északi rész most már, és ebben Gáza városa maga lesz a kiemelt célpont. Nyilvánvaló, hogy ezzel most már azt is megakadályozzák, hogy akár újabb harcosok szivárogjanak vissza Gázába azok után, akiket likvidálni tudott az izraeli hadsereg. Másrészt, hogy utánpótlást tudjanak szállítani nekik fegyvert, lőszert, hadianyagot. Tehát ha ezt valóban most már meg tudták tenni, akkor innen jön a legnehezebb feladat talán magának Gáza városának a megtisztítása, illetve ezeknek a Hamász által kiépített rendszereknek az elpusztítása fog következni. És mit fog lépni a Hamász, mert hogy pontosan tudták azt, hogyha ilyen akciót, mint amit október 7-én végrehajtottak, arra biztos, hogy brutális válasz fog adni a zsidó állam, erre nyilván készültek több forgatókönyvvel. Tudták azt is, hogy egyébként meg fogja szállni Izrael nyilván a gázai övezetet, készültek rá, és nem csak helyben, nincs egy olyan alternatíva egyébként, hogy vannak olyan Hamász harcosok, akik nem a gázai övezeten belül, hanem szent szándékkal való Izrael különböző pontján helyezkedtek el, és megpróbálják hátba támadni egyébként akció során mondjuk a benyomuló izraeli katonákat? Önnek abszolút igaza van, tehát ez egy reális veszély, én azt gondolom, főleg ha hozzátesszük, hogy azért Izrael lakosságának közel 20%-a az palesztin. Tehát most a lakosságnak az 1/5-ét úgy átszűrni, hogy éppenséggel azok közül ki az, aki most már régen csak fedett emberként, de egyébként a Hamásznak vagy bármelyik más terrorszervezetnek dolgozik, az egy nehéz feladat. Eddig azért ebből jól dolgozott az izraeli elhárítás. Az október 7-i támadás után azért már vannak bennünk kérdőjelek, hogy ezt mennyire tudták az elmúlt időszakban is hatékonyan végrehajtani. Tehát én azt gondolom, hogy most az izraeli elhárításnak kőkeményen ezzel a feladattal foglalkoznia kell, hogy a hátába egy támadás ne érje őt, mert az még nagyobb blamás lenne, illetve a lakosságot Izraelen belül még inkább elbizonytalanítaná, tehát a Hamász részről ebben abszolút lenne logika. És akkor bocsánat, megragadom még az alkalmat, még egy kérdése, mert hogy Cisziordániáról keveset beszélünk, pedig egyébként legalább annyit kellene. Nem viszi el túlságosan Izraelnek a fókuszát csak a gázai övezet? De most nyilvánvaló
a gázai övezet és a libanoni határ. Szerintem ez a két kiemelt fókusz most, hiszen a Hezbollah gyakorlatilag egy hadsereget tart fegyverben, és ők csak a parancsra várnak, hogy meginduljanak, mert ők erősen motiváltak is, hogy ők is beszálljanak egy ilyen küzdelembe, és letegyék a névjegyüket, hogy így mondjam. Cisziordánia vonatkozásában. Ott két dolgot kell azért látni, hogy Cisziordániában a gázai övezettel ellentétben az ott lévő lakosság sokkal inkább normális életkeretek között tud élni. Egyrészről, másrészről ott ugyan épültek zsidó telepek, de a kettő között egy fajta olyan együttélés alakult ki, aminek a révén a palesztin lakosság is munkát kap, az életét nem egy olyan kilátást annak érzi adott esetben, mint amilyen a gázai övezetben, hiszen ott egy bezárt közegről beszélhetünk. Tehát sok szempontból én azt gondolom, hogy Cisziordániában az élet azért messze nem olyan, mint ami Gázában volt. Ezzel együtt nek abban igazam van, hogy nem zárható ki, hogy onnan is indítsanak adott esetben egy-egy támadást, de én továbbra is azt gondolom, hogy a valódi feladat az most Gáza és az északi határszakaszra kell koncentrálni. Említette, hogy hogyan végzi a munkáját a titkosszolgálat Izraelben, és ezzel kapcsolatban volt egy érdekes posztja a közösségi médiában Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek, hogy a védelmi erők, illetve a titkosszolgálatok tulajdonképpen nem megfelelően tájékoztatták őt az október 7-i események előtt. Aztán eltávolította ezt a bejegyzését. Hol tart most ez a belső hasznak nevezhető, ami van jelenleg Izraelben? Sőt, ennél rosszabb volt a helyzet, mert még a regnáló miniszterelnöknek még bocsánatot is kellett kérni a fegyveres erőktől és a szolgálatoktól. Tehát ez egy nagyon furcsa helyzet, én azt gondolom, és ha megnézi most az ember ilyen szempontból, akár a Hamas által elhurcolt túszokból most három hölgyet, akit kiültettek egy kamera elé, és azok gyakorlatilag Netanyahu tették felelőssé azért, hogy őket túszként elhurcolt egy terrorszervezet. Másrésztről látjuk azt, hogy külföldön, illetve Izraelen belül is, hogy generálódik a jelenlegi miniszterelnökkel szemben egy, én azt gondolom, hogy mesterségesen kiépített hangulat, mondván, hogy ő az egyedüli felelőse ennek, és ő nem volt képes a kormányával előrelátni és megakadályozni ezt a szörnyű támadást. Tehát itt én azt gondolom, hogy a Hamas akciójának a utórezgéseire és erre a hullámra felülve azok a belföldi Izraelen belüli erők és külföldi erők, akik nem látták szívesen Netanyahu elnököt a miniszterelnöki székben, most úgy látják, hogy ez egy alkalmas pillanat, hogy az egész felelősséget rátolva a miniszterelnökre a későbbi politikai életét vagy karrierjét most törjék derékba. Lehet bármilyen párhuzamot vonni akár Golda Meirrel és ugye a Jom Kippuri háborúval, amihez hasonlítjuk sokan, meg hasonlították sokan azt, ami történt, ugye akkor is 73-ban meglepetésszerűen támadták meg Izraelt, és végül ő is belebukott abba, hogy egyáltalán megtörténhetett az a támadás, persze megnyerte azt a háborút végül Izrael. Igen, tehát van ilyen Winston Churchill is belebukott, noha megnyerte a második világháborút, tehát tudnánk ilyen példákat valóban sorolni. A nagy politikai formátumú, a történelmi léptékekben gondolkodó politikusok, azok tudják, hogy mondjuk a hazájuk érdekében vannak olyan pillanatok, amikor olyan feladatokat is meg kell tenniük, amit adott pillanatban a szavazói nem értenek, vagy nem fogadnak el, de lehet, hogy évtizedek múlva már a történészek is, meg az országa is már másképp fogja ezt értékelni. Én még egy tanúságra hívnám föl talán a figyelmet, tehát ugye miután Netanyahu kormányra került, azért abból kiderült utána, hogy sem a hadseregben, sem a titkosszolgálati közösségen belül, hogy úgy mondjam, nem tudta uralni a frissen megalakult kormány, hiszen azért ezekben a százres tüntetéseknél úgy a hadsereg tartalékos állományából, mint volt titkosszolgálati vezetők, kifejezték azt, hogy ők nem kívánnak együttműködni adott esetben Netanyahu kormányával, és itt talán egy párhuzamot, ha felállíthatunk, akkor Trump elnök kormányzása alatt is hasonlóképpen láttuk azt, hogy ott a külügyi vonallal és a titkosszolgálati világgal nem tudta uralni, és ez én azt gondolom, hogy jó részt hozzájárult Trump elnök bukásához is. És az is biztos, hogy számít, hogy hosszú-hosszú heteken keresztül egyébként Izraelen belül tüntettek Benjamin Netanyahu megválasztott, sokadjára megválasztott miniszterelnök
ellen, a személy ellen és a politikáját illetően is. Volt egy belső megosztottság is, hogy ön is mondta, és hozzá kell tegyük azt, hogy az Egyesült Államok részéről is a mostani washingtoni Biden adminisztrációnak nem feltétlen fekszik az az izraeli vezetés, ha illetek ezzel a szóval, ami éppen egyébként Izraelben van. Ennek ellenére egyébként segítséget nyújtott föl, nyilván az izraeli lobby miatt is az Egyesült Államok Izraelnek, de hogy nem az a belpolitikai kép alakult ki, amit szeretett volna látni a közel-keleti országban egyébként Washington. Valóban így van, hiszen ahogy ön is említette, tehát a Netanyahu által felállított kabinet, amely nagy nehezen összerakta a többséget a Knesseten belül, az amerikai kormányzat értékrendjével finoman szóval nem áll párhuzamban, hiszen egy nemzeti elkötelezettségű, vallási elkötelezettségű Izrael államot megerősíteni akaró, és nem egy ilyen multikulturális világot elképzelő kormány került Netanyahu a hatalomra. Egyrésztről, másrésztről azért a mostani kommunikációból is azt is látjuk, hogy az Egyesült Államok ugyan valóban így van, a támadás után katonailag teljesen egyértelműen felsorakozott Izrael mögé, és komoly támogatást nyújtott, és nem csak képletesen szólva. Ugyanakkor kommunikációs szintéren már úgy tűnik, mintha egy ilyen Mátyás királyos megoldást alkalmaznak, hogy hoznak is, meg nem is. Tehát azért azzal, hogy mondjuk egy nemzetbiztonsági főtanácsadó azt mondja, hogy Izraeliknek törekednie kell arra, hogy a polgári lakosság védelme érdekében a katonaság ne lépjen föl olyan keményen a Hamasszal szemben, ez egy lehetetlen küldetés. Tehát én azt gondolom, hogy ez az amerikaiak részéről annak is szól, hogy szerintem őket is meglepte az, hogy akár az Egyesült Államokon belül is milyen nagy erővel, nagy tömeget az utcára kivíve, antiszemita jelszavakat skandálva képesek az Egyesült Államokon belül is olyan tüntetéseket szervezni, akár New Yorkban, ami azért én azt gondolom, hogy sokakat meglep. Tovább viszem ezt a fonalat, bocsánat, aztán kell, hogy beszéljünk arról, és igen, tudom, hogy milyen jellegű tüntetések vannak, palesztin barát tüntetések, de ami azért még ennél talán fontosabb, azért három hadihajót oda vezényelt az Egyesült Államok. Megerősíti a közel-keleten a katonai jelenlétét az Egyesült Államok. Ez más nagyhatalmatnak nyilvánvalóan nem tetszik, elég, ha csak Szíriára gondolok, az ottani orosz befolyásra, vagy pedig egyébként nyilván Kínának sem tetszik. De a kérdésnek a lényege igazából az, hogy Izraelnek van szükség az Egyesült Államoknak ilyen szempontból a katonai támogatására, vagy a Hamászt önerőből megoldan az Izrael, vagy pedig az Egyesült Államoknak van szüksége Izraelre? Hát a jellegi amerikai kormányzatot nézve és a mögöttük álló lobbit, neki kevésbé van szükségük Izraelre. Bármilyen furcsa is ez. És ez egy újdonság, én azt gondolom, mert az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok külpolitikában egy fix pont volt, hogy a térségben Izrael az első számú szövetségesük. A szavak szintjén most is így van, a gyakorlatban azért ez már mindig egy ilyen kettősséget mutat, én azt gondolom, hogy sok esetben. Izrael államnak most azért van szüksége az amerikai támogatásra, hogy pontosan azokat az országokat, és itt kiemelten Iránra utaljunk, akik esetleg gondolkodhatnának a tekintetben, hogy megtámadják Izraelt, kihasználják ezt a pillanatot, azokkal szemben felvonultasson egy erőt az amerikai hadsereg, tehát a két repülőgép hordozó és a velük együtt megjelenő kísérő hajók, én azt gondolom, hogy elég erős üzenetet küldtek a tekintetben, és ezt halljuk is a visszajelzésekből, hogy Irán megértette az üzenetet. Volt, ahogyan Péter is kiemelte, amerikai-szaudi csúcs találkozó, volt közben egy telefonbeszélgetés Antony Blinken amerikai külügyminiszter, illetve katari kollégája között, aki egyben a miniszterelnök is Katarban. És ha már Katarnál tartunk, tegnap itt Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel beszéltünk arról, hogy a Hamász vezetőinek jelentős része Katarban tartózkodik, és hogy volt egy olyan üzenet Katar részéről, hogyha kérik, akkor kiutasítják onnan a Hamász vezetőket. Ez a tárgyalás, ami volt Antony Blinken és kollégái között, ez szólhatott erről is akár, illetve hogyha ez mondjuk bekövetkezne, mi lenne ezekkel a Hamász vezetőkkel? Nyilvánvaló, hogy erről is tárgyalnak az amerikaiak, hiszen szeretnék az öbölbeli országokat úgymond stabilizálni abból a szempontból is, hogy a radikális iszlám hatásait azt mérsékeljék, és az Egyesült Államok évtizedek óta azon dolgozik, hogy Szaúd-Arábiától a többi kisebb szultánságig azok megmaradjanak egy normálisabb és a iszlám radikalizmustól elhatárolódó államként. Hogy mi történne, hogyha kiutasítanák őket, hát azért még van mozgásterük, én azt gondolom a Hamasznak, hiszen elég, ha csak arra gondolok, hogy Törökország milyen megnyilatkozásokat tett a Hamasszal kapcsolatban,
hogy szabadságharcosoknak nevezi őket, illetve azért arról is tudunk, hogy több Hamas vezető azért Törökországban is föltűnt időről időre, tehát én azt gondolom, hogy itt a Hamas vezetői, hogy hány útlevéllel, milyen néven és milyen államok útleveleivel rendelkeznek, arról lehet, hogy az izraeli szolgálatoknak, vagy az amerikaiaknak vannak elképzelésé, de hogy pontos adatokat nem tudnak, az sajnos biztos. Sokszor azt szokták mondani, hogy van egy nagy hatalom, amely minden mögött áll és mozgathatja a szálakat. Nem szeretnék belemenni összeesküvés elméletekbe, de maga a Hamas esetleges iráni támogatással, Hezbollah közreműködésével ilyen fokú akciót egy Izrael ellen, és Izraelről beszélünk, végre tud hajtani? Sokan azt mondják, hogy meglepte még a Hamaszt is, hogy ennyire idézőjelben, bocsánat ezt a kifejezést használom, de sikeres volt ez az akció október 7-én, mert azt is tudjuk, hogy a világ csendőre az bárhol bár be tud avatkozni, tud generálni olyan dolgokat, amellyel valamilyen más irányba billenti mondjuk el a különböző eseményeket. Gondolok itt arra, az eltávolodó Szaúd-Arábia, mert Iránnal felvette a kapcsolatot, most mégis egyébként Egyesült Államokban tárgyal. Igen, tehát itt valóban így van, hogy a közel-kelet az mindig egy borzasztóan bonyolult sakkjátszmának egyes fázisait mutatja, és a képletek soha nem egyértelműek. Tehát Szaúd-Arábiát említett, tehát Szaúd-Arábia közben a kínaiakkal tárgyal, éppen leváljon arról, hogy dollárban számolja el a kőolajat. Szaúd-Arábia az, amelyik közben azért Jemen kapcsán egy háborút is folytat, tehát vallási ellentétek is feszítik ezt a térséget, és nem csak egyszerűen a sít, a szunnita, hanem ezen belül is még számos probléma szabdalja föl ezt a képzeltbeli térképet. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az, hogy a Hamaszt meglepte ez a támadásnak a sikere, az abból is fakadhatott, hogy itt ilyen furcsa együttállások voltak, tehát akár az izraeli hadsereget, akár a titkosszolgálatot nézzük, az elalvástól, a lassú reakción át, a gyenge reakciókig, hogy úgy mondjam, ezek így tetézték egymást, és ezek az egy-egy rossz döntés, ami adott esetben csak kis problémát okoz, hogyha ezek így egymásra rétegződtek, az már egy katasztrofális helyzetet hozott létre, és azt gondolom, hogy valójában a Hamas sikere mögött ez áll. Nagyjából 2 percünk maradt még, és beszéljünk akkor ennyit legalább az orosz-ukrán háborúról is. Ott az elmúlt időszakban történt-e bármi nemű olyan fejlemény, ami komoly hatással lehet arra a háborúra? Hát nézze, én azt gondolom, hogy az idő az, ami komoly hatással van erre a háborúra. Nem véletlen az, hogy most már ukrán részről, és jóként a hadsereg vezetése részéről, illetve biztonsági tanácsadók részéről egyre többször hangzik el az, hogy Ukrajna kimerülőben van. Mind mentálisan, mind ember, mind pénz, mind fegyver utánpótlás tekintetében, és ez nyilvánvaló, hogy ez a félelem azért kivetül a térre vonatkozó. És még egy megjegyzés, szerintem az fontos volt, amit ön említett, hogy itt ezek a Storm Shadow rakétából lelőttek az oroszok. Ne felejtsük azt el, hogy mikor a britek átadták őket, ez egy félelmetes fegyvernek tűnt az ukránok kezében, amivel orosz hátországot is el tudták ideig érni. Úgy tűnik, hogy az orosz légvédelem kiismerte, úgy mondjam, az ellenfelet, és ennek a háborúnak ez is egyik hozadéka adott esetben, hogy a szemben álló felek megismerik a másik harci képességeit, technikai eszközenek a valódi alkalmazhatóságát, és ezek a reagálások azt mutatják, hogy technikailag is igyekeznek egymással, hogy úgy mondjam, fölvenni a versenyt. Horváth József, köszönjük szépen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Hamarosan pedig terítéken tehát a migráció és a terrorveszély kérdésköre. Érkezik hozzánk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, aki elmondja azt is, hogy jelen pillanatban mi zajlik a déli határon. Maradjanak önök továbbra is. A nyomás továbbra is fokozódik, 172 ezer felett van a magyar hatóságok által elfogott migránsok száma, és 1000-nél több embercsempész ellen indult büntető eljárás. Köszöntjük Önöket, ez itt továbbra is a Napindító, és köszöntöm a stúdióban Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van. De kezdjük először a szlovák határral, ugye szigorított határellenőrzés van. Mi a helyzet most ott? Ugye a szlovák-magyar szakasz, akárcsak a szlovén-magyar szakasz is, Schengeni térségnek megfelelő belső határ, ez azt jelenti, hogy egy nagyon fontos európai vívmányról van szó. A külső határt, például mi a szerb határt, vagy most még a román határt, vagy az ukrán határt szigorúan kell, hogy ellenőrizzük, és ennek az ellenőrzés során kell, hogy érvényesítsük a belső határa rendelkező országoknak is
az érdekeit és biztonsági igényeit. A migráció tömegessé válása, a nagyon sok negatív jelenség, terrorcselekmények hatására egyre több schengeni ország állította vissza a határforgalom ellenőrzését és a határellenőrzést. Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, aztán Csehország, Németország, és hosszan sorolhatnánk még, vagyis oda jutunk, hogy a külső határőrizet elhanyagolása az Európai Uniós migrációs politikába most már azt a fontos vívmányt fenyegeti, amely schengeni térségnek nevezünk, amelyik az embereknek és az áruknak a szabad áramlását jelent, egy komoly vívmányról van szó. Itt konkrétan a szlovák határozati szervek már a kormányváltás előtt is bizonyos ellenőrzéseket visszaállítottak a határon, a határátkelő helyeken. Erre lehetőséget ad a schengeni megállapodás, be kell jelenteni az Unióba, és meg is hosszabbítható. Most azonban az új szlovák kormány úgy döntött, hogy most már nem csak a határátkelő helyek őrzését, hanem a ellenőrzését, hanem a zöld határon való rendőri erők megerősítését is katonai erőkkel végrehajtja. Nyilván ennek az az oka, hogy az átérkező illegális bevándorlók politikai nyomás alá helyezték a szlovák kormány, nyugtalanságot keltette az emberek körébe, és ezért az új kormány első intézkedései között ezt az ellenőrzést visszaállította. Reméljük, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket a déli határon többek között szlovák rendőri erőkkel közösen is végzünk, ez mi hamarabb elégséges lesz arra, hogy visszaállítható legyen a belső határ schengeni térség pozitív megítélése. Határozottan maradunk a határnál, és hogy elkezdtem a déli határt, én onnan folytatnám. Ott most mi a helyzet? Hatalmas nyomás alatt áll, tudjuk, hogy egyre erőszakosabbak a menekültek. Ha ezt még összekötjük egyébként a Horgos és Horgos közelében zajló eseményekkel, ahol már akár 2-3 naponta, de halálesetek is történnek, azért egy elfogadhatatlan, ami ott történik, és a déli határon. 2015-ben láttuk először, hogy mit jelent az, amikor tömegessé válik az illegális bevándorlás, több mint 400 ezeren léptek át a szerb-magyar határon. Nagyon figyelemre méltóak voltak a reakciók. A nyugati média, a liberális média és a magyar ellenzék is pozitívnak találta ezt a dolgot. Ha visszaemlékeznek a kedves nézők, akkor tudják, hogy azt mondták, hogy agysebészek érkeztek, magas minőségű munkavállalók. Nyilván szó se volt abból igaz, aztán voltak olyan ellenzéki vélekedések, hogy ez csak a Fidesz kitalálása, és így tovább. Mindenesetre ott szembe kerültünk egy nagy kérdéssel, hogy tehát ellenérzést állítsunk-e föl, avagy pedig hát hagyjuk, hogy menjenek tovább, úgyis tovább akarnak menni Nyugat-Európába. Azt már akkor láttuk, hogy műszaki határzár nélkül nem lehetséges ilyen tömeg megállítása. Ezért aztán miután megkérdeztük a magyar embereket, hogy mi legyen, akik nagy-nagy többséggel azt mondták, hogy nem szabad megengedni. Megépült a műszaki határzár, a jogi határzárt, a jogalkotás megteremtett, és rendőri katonai erők kezdték el a határ ellenőrzését. Ez rendkívüli politikai támadásokat váltott ki Nyugat-Európából. Minden létezőt elmondtak rólunk. Azok az országok képviselő is, ahol minket például antiszemitizmussal vádoltak, amikor most azért, ha oda nézünk, akkor most látjuk, hogy mi is az az antiszemitizmus. Egy szóval egy fontos lépést megtettünk, és ez eredményt hozott, és most abba bíztunk, hogy 2015 óta eltelt évek, a nagyon sok negatív jelenség, terrorcselekmények sokasága, köztörvényes bűncselekmények sokasága, a börtönnépesség megváltozása, és hosszan sorolhatnánk a tényeket. Után esetleg az Európai Unió mintának veszi a magyar határellenőrzést, és rájön arra, hogy a külső határt őrizni kell, és csak annak szabad belépnie ott, aki jogosult politikai menedékjogra, és szakítani kell azzal a változattal, hogy hát bejönnek, aztán itt elbirágatjuk, aztán már utána nem tudjuk kiküldeni. Nem ez történt, hanem most éppen ott járunk, hogy milyen jó lenne, hogy a kvóták szerinti elosztásba ide kerülnének sok ezren, fölépítenénk több tízezer ember befogadására alkalmas menekülttáborokat, és akkor majd mióta elbírálnánk a kérelmeket azokkal is, akikkel ők nem bírnak, és aztán, ha ők nem tudják kitoloncolni, hát ha nekünk sikerül. Ezt nem tudjuk elfogadni. Továbbra is fontosnak tartjuk a határozatot, és azok a tények, amit ön említett, azok azt mutatják, hogy jó, gondoljuk ezt. És most, hogyha a kedves nézők belegondolnak abba, hogy most
ha az uniós elképzelések megvalósulnának, azok az emberek, akik most géppisztolyjal lövöldöznek a magyar járőrökre, azok egyszer csak mint politikai menekült kérelmezők jelennének meg Magyarországon. Ennek az abszurditása túlmegy minden határon, hiszen az ENSZ-nek a menekültügyi konvenció olyan világosan fogalmaz, hogy nagyon, tehát ebben nyilván együttműködés hatóságokkal, okmányok, átmeneti védelem, és csak azoknak, akiket vallási, politikai faji hovatartozása miatt üldöznek, és az első biztonságos országban, tehát semmilyen kritériumnak nem felelnek meg. Ezzel együtt súlyosbodott a túloldali határozati operatív helyzet. Elsősorban embercsempész bandák közötti leszámolásról van szó, illetőleg a terület fölötti uralmat megszerző embercsempész bandák és más csoportok, akik ezen a területen fizetés nélkül át akarnak menni, ezek között törnek ki ezek az összecsapások. Ez rendkívül súlyos helyzet, nem véletlen, hogy a szerb állami vezetés nagyon határozott lépéseket tett most a legutóbbi tűzharcnál. Itt legalább három ember meghalt, többen megsebesültek, de hát előtte is már voltak sebesültek és halottak is, sőt a lakosságot is érte már támadás, rendőrérőket is. Ezért mi is mindent megteszünk, hogy együttműködve a szerb hatóságokkal távol tartsuk az embercsempészeket és a bűnbandákat Magyarországtól. Ez nem könnyű és nem veszélytelen feladat, de a rendőri erőink helytállnak és teljesítik azt a kötelességüket, amely magyar emberek biztonsága érdekében meg kell, hogy tegyenek a határon. Le fog esni a tantusz az Európai Unióba, jövőre európai parlamenti választás. Néhányan már előre menekülnek, én bátran kimerem jelenteni. Egyébként Guy Verhofstadt és Vera Jourová nekem a két kedvenc példám, akik szemlátomást előre mennek. Belátják egyébként Európai Uniós vezetők már azt, hogy igaza volt az Orbán kormánynak a határzárral, de mégsem lépik meg, mert van egy másik nyomás. Ezt, hogy belátják, ez aggályoskodok ebbe azért, de mindesetre azt most már egyre gyakrabban elhangzik, hogy a külső határokat aztán őrizni kell, és az illegális határátlépéseket legalizálni kell. Ez talán a leggyakrabban elhangzó dolog. Azt nem hallottam még a politikusok szájából, hogy mi a teendő akkor, hogyha egy határon mondjuk az afgán tálib kormányzathoz kötődő embercsempész bandák átveszik a hatalmat, és tulajdonképpen ők döntik el, hogy pénzért kiket engednek be az Európai Unióba, akik pedig hát ezt tehetetlenül nézik, illetve utólag megpróbálják elbírálni, hogy ez az utólagos elbírálás mit ér, arra mondjuk ez a tunéziai terrorista esete a jó példa, aki a két svéd szurkolót agyonlőtte. Ott is látható volt, hogy ki kellett volna utasítani, meg is hozták a határozatot, kivitték, de nem volt otthon, ezért tehát nem tudott kiutazni. Állítólag felügyelet alatt tartották, de időközben valahogy mégiscsak szerzett egy AKG-pisztolyt. Tehát ezek az apró jelek mutatják, hogy a liberális jogalkotás és jogértelmezés és jogalkalmazásnak milyen súlyos következményei lehetnek emberéletbe, anyagi javakba, társadalmi feszültségekbe és félelmekbe. Fokozódó nyomásra számítunk, ezt a bevezetőben el is mondtam. Mire számít még a kormány egyébként a migrációval kapcsolatban? Abba bízunk, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket Magyarország a határőrzetben megtett, ez egyre inkább elfogadottá válhat, és mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a jövő évi Európai Uniós választásoknál az emberek valós problémákra, valós kérdésekre valós válaszokat keressenek, és olyan embereket küldjenek, olyan pártokat bízzanak meg a képviseletükkel az Európai Unióba, a parlamentbe, és majd ezután a bizottságba is, akik elsődleges érdeküknek és elsődleges feladatuknak az európai emberek biztonságának a garantálását tekintik ebben a vonatkozásban is. Bakondi Győrnek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velem. És nagyon szépen köszönjük. Most pedig kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Felkerült az internetre olyan döbbenetes felvétel sorozat, amiben azt látható, hogy a lövészárkokban gyakorlatilag patkány és kígyó túltengés van, lehetetlen körülmények. Mesélj erről nekünk, hogy ki által került fel az internetre ez a felvétel, és mennyire jellemző ez egyébként, ez az állapot? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, valóban tegnap ilyen megdöbbentő videó felvételekkel lehetett találkozni a
az Ország Politikája nevű Telegram platformon jelentek meg ezek a videók. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy hol készültek, de a képek, a videók tanúsága szerint katonák lövész árkaiban kialakított fekvőhelyeket látni, illetve különféle berendezéseket, ahol valóban mezei egerek, illetve hát kígyók és csúszómászok árasszák el az ukrán katonák rejtekhelyét, pihenőhelyeit. Általánosítani nyilvánvalóan nem szabad, viszont az is tény, hogy sokszor panaszkodnak az ukrán katonák nagyon nehéz körülményekre, esős időjárásban, sáros időjárásban, korábban nagyon sok olyan videót is lehetett látni, amikor térdig gázoltak a sárban, az esővízben, a lövészárkokban, illetve hát ne felejtsük, hogy lassan 2 éve vannak a frontvonalban, és hát nagyon kimerítő elsősorban pszichésen, illetve nap mint nap fizikailag is, hiszen az életüket kockáztatják, és a legnagyobb problémát Ukrajnában az okozza, hogy nem tudnak a kellő rotációt gyakorolni, nem tudják pihentetni a katonákat. Jelenlegi szabályozás szerint évente 30 nap szabadság illeti meg őket, de abból is egyszer egy időben csak 10 napot tudnak kivenni. És az ilyen és ehhez hasonló felvételek kapcsán pszichológusok arra hívják fel a figyelmet, hogy majd a háború után is ezek a nagyon cudar, nagyon nehéz körülmények, illetve a folyamatos életveszély a későbbiekben még komoly pszichés nehézségeket okozhat, és erre a családtagoknak, a szakembereknek, a közösségeknek nagyon oda kell majd figyelni. Jó reggelt kívánok, köszöntelek én is, Gyuri, mintha nem lenne elég a háború, még ilyen plusz nehézségekkel is szembesülni kell szerencsétlen katonáknak, akiket a frontra vezényelnek. Vannak viszont mások, akiket máshova vezényelnek, az ukrán börtönökből ugyanis szénbányába küldik részben a rabokat. Ez mit jelent pontosan? Igen, ez valóban így van, és pedig az ukrán igazságügyi miniszter Denis Maliuszka tett közzé erről egy bejegyzést. Először sokan azt hitték, hogy valamilyen humorról, vagy viccről van szó, de aztán később kiderült, hogy nem, ez a kőkemény valóság. Az ukrán igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint az ukrajnai börtönök lakóinak egy részét szénbányákba vezénylik, ahol hát nagyon komoly munkaerőhiány van, hiszen a bányászokat közül korábban nagyon sokakat besoroztak, mozgósítottak és a fronton teljesítenek szolgálatot, és így helyettük elítéltek végzik majd ezt a munkát, sőt az igazságügyi miniszter hozzátette, hogy egy-egy műszakban 10-12 elítélt, akár 25 tonna szenet is felszínre tud hozni, és hát ugye nyakunkon a tél, most az energetika, az áramellátás szempontjából nagyon nagy szükség van a szénre is, és hozzátette Denis Maliuszka igazságügyi miniszter, hogy már fölvette a kapcsolatot más fontos ágazatok képviselőivel, munkaadóival, hogy esetleg olyan ágazatokba, ahol munkaerőhiány jelentkezik, akkor megpróbálják megszervezni, hogy az elítéltek ott is dolgozzanak. Hozzátette, hogy pénzt is kapnak a munkájukért, nem ingyen teszik, ugyanakkor ebből a pénzből adóznak, illetve amennyiben valaki olyan bűncselekményt követett el, hogy anyagi kárt okozott valakinek, és kártérítést kell fizetnie, de nincs pénze, akkor az így módon megkeresett jövedelméből tudja törleszteni a vele szemben fennálló adósságokat. Korábban egyébként az is felmerült, hogy Ukrajnában besorozhatják-e az elítélteket, és azok, akik önként a frontra akarnak menni, de erről jelenleg politikai és katonai körökben mindmáig komoly vita zajlik, hogy ez mennyire lenne észszerű, mennyire lenne hatékony, és nem jelentene veszélyt a fronton szolgálatot teljesítőkre, hogyha börtönből nem egészen tisztázott múlttal is ki tudja, milyen pszichés állapotban érkezne utánpótlás. Beszéltünk már korábban több alkalommal is arról, hogy hogyan állnak Ukrajnában az emberek ahhoz, hogy legyenek-e választások a háború alatt, vagy sem. De arról is volt szó, hogy hogy áll ehhez Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, vagy hogy állnak ehhez politikusok, hogy áll ehhez a nemzetközi közvélemény. Aztán volt, hogy változtak tulajdonképpen az álláspontok. Jelen pillanatban az ukránok többsége mit szeretne? Igen, ez napi téma Ukrajnában, a politikai közbeszédet abszolút uralja,
és két felmérés is készült, hogy az átlagpolgár szintjén hogyan viszonyulnak a választások megtartásához háborús körülmények közepette. A Rating nevű közvéleménykutató cég felmérése szerint a megkérdezettek 62%-a ellenzi azt, hogy a háború idején választásokat tartsanak az országban, és egy másik társaság, a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérése szerint pedig 81% ellenzi, tehát még nagyobb arányban ellenzik a választások megtartását. Azzal érvelnek a megkérdezettek, hogy majd a háború után, amikor egy új ére, egy új újjáépítés kezdődik az országban, akkor ez az újjáépítés a politikai térre is terjedjen ki, és tiszta alapról indulhasson mindenki. A megkérdezettek 65%-a attól tart, hogy háborús körülmények között is szó van arról, hogy esetleg online is szavazhatnak azok, akik az ország határain túl élnek jelenleg háborús menekültként, és attól tart a megkérdezettek 65%-a, hogy az ilyen online jellegű szavazás során visszaélések történhetnek, illetve sokan megjegyzik azt is, hogy jelenleg egyszerűen nincs politikai ellenzék, mint olyan Ukrajnában, és a háborús állapotok miatt nyilván a sajtószabadság is korlátozott jelenleg Ukrajnában, és ilyen körülmények között tiszta, átlátható, demokratikus, valóban verseny alapú politikai küzdelem, politikai megmérettetés nem tartható. Ugyanakkor Volodymyr Zelenszkijre nagy a nyomás a külföldi partnerek részéről, hogy mégis tartsák meg a választást. Pont most vasárnap, az elmúlt vasárnap kellett volna sort kerülnie a parlamenti választás, és jövő márciusban lenne esedékes az elnökválasztás. Zelenszkij hozzátette, hogy amennyiben a háború után lesz választás, akkor ő már nem kíván indulni az államfői pozícióért, viszont a háború idején tartanak választást, akkor mindenféleképp indulni szeretne. Dunda György, köszönjük szépen ma is. Péter, neked is köszönjük szépen ma is a közreműködést. És akkor jöjjön a nap kérdése, amely azzal a témával kapcsolatos, amelyben érkezett hozzánk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Ma azt kérdezzük önöktől, hogy a magyar migráns politika óvta meg az országot eddig a terrorizmustól. Igennel vagy nemmel szavazzanak a plusz 36 34 4 6 9 0-as SMS számon, ide tehát SMS-eket várunk. Van egy hírtelevíziós applikáció, ott is lehet szavazni, ahogyan weboldalunkon, a hirtv.hu weboldalon is. Tehát a magyar migráns politika óvta meg az országot eddig a terrorizmustól. Igennel vagy nemmel szavazzanak ebben a kérdésben délutánig a Palaverig. Eredményhirdetés majd a Palaverben.